Üdvözlöm, Hare Krishna, kedves Bhakti Yoga csoporttagok! Remélem, lehet jó hallani engem. Folytatjunk egy kicsit pár gondolatot Bhagavad Gita-val kapcsolatban. Múltkor beszéltünk arról, hogy a stressznek meg aggodalomnak mi az oka. És most folytatjunk. Itt van Bhagavad Gita elején, most, hogyha felolvasunk mondjuk itt a harmadik verset az első fejezetből, Pasyantam pandam putrena, pandu putrena, acharya matim chamum, vyudham druban, drupada putrena, tava shishyana dhimata. Itt beszél erről, hogy gyakorlatilag a félelembe, mivel azt választott, hogy Isten nélkül lesz, majd ő tudja, a Duryodhan, ő elmegy a saját lelki tanító mesterhez, és akkor gyakorlatilag a tisztelet nélkül beszél vele, mondjuk így sértően beszél vele. De lényeg, hogy mindenkinek mindig van lehetőség választani, melyik utat választunk. Ugyanúgy a csata előtt, most itt van egy csata, kezdődik mindjárt, az volt, hogy Krishna, mint Istenség legfelsőbb személyisége, adta lehetőséget választani Duryodhanának. Elsősorban. És hogy mondta, te kit választasz engem, én nem fogok harcolni, csak tanácsokat fogok adni, vagy az én hadseregemet. És Duryodhan gondolta, hát minek nekem ez az Isten okos, én is okos vagyok, tudom én is mindent, én már mindent tudom. Én tudom, hogy kell megoldani, viszont a hadsereg az pont jó jönne. Mondta, én hadsereget szeretnék. Ugyanakkor volt lehetőség Arjunának is választást csinálni, ő pedig gondolta, minek nekem hadsereg, hogyha nincsen Isten. Nekem sokkal fontosabb az Isten, és akkor ő mondta, természetesen Krishna, én téged választok. És aztán fogunk látni, hát még lehet, hogy mi a különbség a kettő között, valaki választja Istent, valaki választja a saját utat, mondjuk így, az egyik az a büszkeség, hamis ego, hogy én tudok, én meg tudok oldani, én tudok majd, hogy lehetek boldog, és nem akarok függni senkin, miért én függek valakin, mikor én rajtam függnek mindenki. Szóval ez a probléma, és azok, akik tudnak, hogy itt úgyis minden Istenen függ, és én szeretnék rajta függni, mert akkor biztonságban vagyok, akkor azok a bhakti útot választják, a bhakti jógát, és általában mindig sikeresek és boldogok lesznek. Igen. Aztán itt a másik, hogy mutatjam, hogy sértő saját lelki tanító mestert, és mindig, hogyha nincs tisztelet, akkor nincs jövő. Hogyha valaki nem tisztelje saját szüleit, anyukát, apukát, nem tisztelje a tanítókat, akár hogyha valakitől megtanultunk csak írni, azokat már ahhoz irányt már mindig kell legyen tisztelet. Szóval mutatja meg itt a Duryodhannak ezt a viselkedését, hogy ő tiszteletlen. Következőben fogunk látni hogy a félelmet, és majd fogunk erről beszélni holnap után. És ott van Arjuna, aki félelem nélküli, és mindig tiszteli mindenkit, és mindenkiben látja mindig jót. A Bhakti Yoga ezt az utat adja, nemes, morális erkölcsi elvekkel alapszik, vagy alakítja, és képzeljétek el, hogy olyan társaságban vagyunk, ahol mindenki tisztel egymást, vannak erkölcsi és morális elvek, akkor milyen kellemes egy ilyen társaság.
és végül lelki világban ott az a alap, mint egy épületnek, mert erre épül a szeretet végül. Jó, ez a kis meditáció ma estére nektek, kedves barátaim, és akkor majd fogunk folytatni. Köszönöm szépen, Hare Krishna!